Színes programokkal és annál is színesebb virágokkal várták a komáromiakat Szűnyben, a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A tavaszi kertészeti napon a virágvásár mellett előadásokkal is készültek a kertészet kedvelőinek. Komáromba születtem, és itt is élek azóta, itt tevékenykedem, most is itt van a vállalkozásom, hogy valamit szeretnék visszaadni a városnak. Én ezt tudom megtenni, tehát én kertészmérnök vagyok, és egy ilyen kerti napot tudok szervezni, programokat tudok ide nívós előadókkal ide hívni, akik a kertészeti témakörben előadásokat tartanak. Az előadók között a profi kertészek mellett amatőrök is helyet kaptak. Herold Ferenc szerint fontos, hogy megmutassa az embereknek, nem csak kertészmérnökök tudnak igazán szép kertet létrehozni. Ez már a második ilyen napunk, össze volt az első. Minden ilyen egyes alkalommal próbálok olyan előtt hívni, aki önerősen, tehát mindenféle képzettség nélkül épít magának kertet. Tehát mindig van egy ilyen előadónk, ma is van egy ilyen. Ezek a kertek nagyon gyönyörűek és szerte az országon megtalálhatóak. Rajtuk kívül vannak szakmai adások, ezt általában én tartom, ma a biokertészkedésről fogok tartani. Illetve írtam egy könyvet Hortenzia kézikönyv néven, azt szeretném röviden bemutatni. Lesz még előadás virágkötészetbe, azt is minden alkalommal szeretnénk megtartani, illetve még jönnek szakemberek, ma favizsgálattal kapcsolatban Juhász Marci fog előadást tartani. Délelőtt 11 órától a gyógynövényekről hallgathattak egy előadást az érdeklődők Takács Kata, kertépítő és természetgyógyász előadásában. Az udvaron pedig szakértők segítségével választhatták ki a megfelelő tavaszi virágokat. A gyermekekre is gondoltak, őket kézműves foglalkozással és csillámtetkozással várták a szervezők.